Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém Podcast részéről Weber László szerkesztőtársammal köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy egy kis monológgal kezdjem a mai beszélgetést. A közelmúltban találkoztunk a Zsófival, illetve egy epizódban szerepelt, aki a Jazzy Fantasy formációjával fellépett a mai beszélgető partnerünk, Robozni Erődi Ildikó festmény kiállításán. Szervusz, Ildikó! Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. Te vagy a mai beszélgető partnerünk, üdvözlünk a műsorban. Üdvözöllek benneteket és a nézőket is egyaránt. Szia! No és hol is volt ez a kiállítás? Nem máshol, mint a Regge Galériában, Tihanyban, ahol a Történetek Veszprémről könyvünk illusztrációjának a digitális kiállítására került sor. No és ki a digitális kiállítás gazdája? A Veszprémi Fotóklub, akik pedig színesítették és illusztrálták a mi könyvünket. Tehát a szálak összeérnek, bárkivel beszélünk, értékes emberekkel, olyan személyekkel, akik méltók arra, hogy minél többen nézzék és hallgassák meg őket, azok valamilyen kapcsolódásban megtalálhatók az eddigi beszélgető partnereinkkel. Úgyhogy kicsi ez a város, kicsi ez a régió, de nagyon nagy értékek vannak benne, és egészen biztosan ez a mai beszélgetés is ezt fogja alátámasztani, hiszen egy rendkívül sokoldalú, különleges, sokszínű egyéniséggel beszélünk, aki turisztikai szakember, de emellett gyönyörű képeket is fest, mögötted éppen láthatók is, nem véletlenül. Ezek a képek mikor születtek, és mit kell tudni róluk? Valóban nem véletlen, hogy ezt a két képet választottam ki. Részben azért, mert a legelsőbb képeim egyike látható itt tőlem jobbra, aminek a címe a Lélektükre, és a másik oldalon pedig egy néhány héttel ezelőtt született színeiben, tónusában kicsit hasonló festmény, aminek a címe Bársonyvirágok. Teljesen különböző technikával készültek, egészen más a története a két festménynek, de a szívemhez nagyon közel álló két alkotásomat láthatjátok most. Ezek nagyon tetszenek. Most áruld el, légy szíves, azt, hogy te hogyan ficánkolsz a mindenféle műfajok és technikák között, mert akvarell sorozatok, epoxi art technika alkalmazása, pasztelfestmények, szóval annyi minden van, ami téged jellemez, hogy hihetetlen, tehát az egy rendkívüli sokoldalúságról tesz tanúbizonyságot. Igen, egy alkalommal megkérdezték, hogy jellemezném magam, mint alkotó, és szerintem a legegyszerűbben valóban az az egy szó jellemzi az alkotói munkásságomat, hogy sokoldalú, hiszen a festészetben éppen az ragadott meg, és éppen azt tart folyamatosan késztetésben arra, hogy újabb és újabb alkotásokat hozzak létre, hogy hihetetlen a témagazdagság, a színek sokasága, az eszközök, a technikák, olyan sokféle, hogy ha úgy gondolná az ember, akár minden héten új és új technikába kezdhetne, és ezeknek a megismerése egy nagyon kellemes utazás számomra. Ildikó, álljunk meg egy szóra. Ugye a bemutatásnál említette, hogy te tulajdonképpen turisztikai szakember is vagy, de úgy nyilatkozol magadról, hogy te egy élményfestő vagy. És én valahol az egyik tárlatod kapcsán olvastam egy idézetet, amit te választottál Picasso-tól, ami úgy szól, hogy a művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát. És ugye mi a festészetről ezt-azt azért tudhatunk, például azt is, hogy az egy olyan megváltozott, kicsit olyan meditatív tudatállapot, amikor festenek az alkotó emberek. Te, mint élményfestő, hogy írnád le azt az állapotot, amikor te festesz? A festés folyamata egy hihetetlenül bensőséges. Nem tudtam először, hogy ez így fog zajlani alkalomról alkalomra, és azt hittem, még a
legelső páralkotásom során, hogy majd oda készítem magamnak a kis borocskát, bár egyébként nem vagyok borfogyasztó, csak gondoltam, hogy ezek a dolgok így hozzátartoznak, bekapcsolok valami kellemes zenét, és pár perc múlva nyilván azon vettem észre magam, hogy azt se vettem észre, hogy elhalkult, vagy éppen megállt a zene, tehát teljesen magam vagyok ilyenkor, és bele tudom magam élni azokba a gondolatokba, amik végig sodornak ennek a munkának a folyamatán. Rendszerint nem feltétlenül fejezek be nyilván egy-egy képet egy-egy alkalommal, van, amelyik lehet, hogy elkészül pár óra alatt, technikától, témától, mérettől és a hangulatomtól is nyilván függ. Tőlem jobbra a Lélektükre című festményem 3 hét alatt készült el, de ez valóban még a legelső képeim egyike, úgyhogy nyilván egy kicsit azóta már fejlődött a tudásom. Itt jut eszembe az a kérdés, hogy akkor téged a terveid vezetnek, amikor egy kép születik, vagy az ihlet. Tehát mondod, hogy 3 hét alatt készült el ez a csodálatos kék festmény, ami mögötted van, hogy ezt te elképzelted előre, kitervelted, hogy egy ilyen női arcot bebugyolába festesz, vagy egyszerűen elindulsz, és jön az ihlet, és viszi a kezedet, meg az ecsetedet. Hogy képzeljük el? Ez is teljesen változó, és éppen ezért annyira élvezetes, és mindig más élményt nyújt, bármelyik képről is legyen szó, hiszen gyakorlatilag mindegyiknek van egy akár személyes vonatkozása, vagy egy története. Van olyan képem, amelyikre 1 évet vártam, hogy én képesnek érezzem magam arra, hogy egyáltalán elkezdjem, és megpróbáljam megalkotni. Viszont volt olyan, hogy volt még 1 órám edzés előtt, és gondoltam valami absztrakt dolgot megpróbálok. És igazából az is kellemes volt. Jó technikának érzem. Tehát az gyors, nyilván egy hirtelen ötlettől vezérelve születik meg. Úgyhogy minden képről más és más élményt tudnék elmesélni. Értem. Itt valami olyan ellentmondást vélek felfedezni, amit föl kellene oldani, hogy ugye, ha valaki fest, ahhoz azért mégiscsak elmélyültség, nyugalom kell, nem kis odafigyelés. Téged pedig úgy képzellek el, mint aki valami iszonyatosan pörgő teremtés, aki állandóan valamiben gondolkozik, valamit szervez, menedzsel, ügyez, intéz. Ugye a Facebookon is az Ernie Art Gallery címmel található az oldalad, és hogy amit hát nagyon sokan kedvelnek és követnek, ahol lejön az a hihetetlen aktivitás, ami jellemez, hogy közönségtalálkozót csinálsz, jótékonysági rendezvény, tárlatvezetés sorozatban, különböző kiállításokat szervezel. Szóval össze lehet ezt hozni úgy, hogy közben pedig időt kell fordítani arra is, hogy fest az ember. Ez azért építhető be könnyen a napi vagy az éves ritmusomban, mert már nagyon jól ki tudom számítani, hogy mik azok az időszakok, amikor erre több energiát tudok fordítani, és valóban jól érzed, hogy rendkívül energikus vagyok egyébként az élet más területén is. Tehát az életnek ezeket a dinamikáit már nagyon jól ki tudom számolni, és nagyon jól meg tudom tervezni a teendőimet. Én úgy gondolom, hogy jól tudom menedzselni az időmet, a teendőimet, és jól össze tudom rakni annak érdekében, hogy mindent teljes örömömmel tudjak végezni, és nyilván mások örömére is. Volt ez a szó, hogy élményfestő alapvetően nem csak a saját magam élményét szolgálja az a hobbi, vagy az a tevékenység, amiben néhány évvel ezelőtt belekezdtem a munka és a család mellett, hanem az élményfestés igaz arra is, hogy ezeket a rendezvényeket megszervezem, előkészítem, lebonyolítom, és mások élményévé is teszem. És ezek nagyon-nagyon különlegesek. Én is ott voltam a közelmúltban egy egyetemen szervezett kiállításodon, ahol mindig megszínezel egy ilyen eseményt valamivel, valami különlegességgel, zenével, vagy egy lírai produkcióval. Szóval nyomot hagy az emberben, ezt nyugodtan mondhatom. Azt hiszem, hogy minden élethelyzetben, minden munkában törekszem arra, hogy az emberek
az emberekhez több érzékszerven keresztül jusson az az üzenet, vagy az a törekvés, ami engem lendületben tart. Tehát például egy élményt meg lehet tapasztalni a látás, a hallás útján. Van úgy, hogy megtapintunk dolgokat, például azért is jó, hogy egy-egy képem akrilból készül, mert a legutóbbi kiállításon az egyik anyuka megkérdezte a kislányát otthon, miután hazatértek, hogy mi tetszett neki a legjobban, és nyilván túl azon, hogy a fényes kopogós cipőmet említette meg a pici lány, említette, hogy a képeket jó érzés volt megtapintani, mert vannak olyan felületek, aminek van struktúrája, és a kezével is érezhette azt az alkotást, egy virágot pont itt mellettem. És azt hiszem, hogy az, hogy több érzékszerven keresztül ismerhetünk, vagy tapasztalhatunk meg valamit, az teljesebb képet alkot, vagy igen, teljesebb képet kaphatunk arról a dologról, amit több érzékszerven keresztül fogadunk be. Ildikó, és te úgy is hatsz az érzékszervekre egyébként, hogy nagyon különleges helyszíneken fordulsz meg. Voltál te szatócsboltban, cukrászdában, művelődési házban, klasszikus kiállítói térben. Mi a legextrémebb? Számodra mi volt az, ami ilyen nagyon-nagyon különleges helyszín volt? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy hova vágysz? Hova vágynak a képeid? Van egy ilyen vágyott hely? Most én direkt nem mondok semmiféle helyszínt. Igen, nagyon jó egyébként, hogy erre a területre kérdeztél rá, mert tudatos minden egyes helyszínválasztásom. Például a legnagyobb élmény eddig legalábbis az első nagy kiállítótér volt, ami ott Zircen, a látogatóközpontban zajlott le a kiállítás, és ott valóban a legelső ilyen alkalom volt egyébként is, hogy teret adtak egy alkotónak a festményeinek a bemutatásához. Eleve a tér valami hihetetlen gyönyörű volt, persze az időjárás is a kegyébe fogadta a rendezvényünket, és éppen akkor ünnepeltük a fiatalabbök fiamnak, a kedvesének a születésnapját is, tehát minden hatányozottan nagyon kellemes volt az az élmény. De ahogy mondod, minden egyes eseménynek van valami személyes apropója is, például a Hangvillában, amikor pont a zenevilágnapján nyitottuk meg a Hangvillában az őszi tárlatomat, vagy mondhatom azt, mikor a legeslegelső kiállításom éppen egy éve a Földnapján, április 22-én nyílt meg a Tájoló című pasztel sorozatom. Tehát mindenhez, minden esemény több, mint az én festményeim, több, mint amit én magamról szeretek kötődni dolgokhoz. Oké, és akkor arra is válaszolj, kérlek, hogy van-e olyan vágyott helyszín, amit egyszer majd meg akarsz hódítani a képeiddel? A vágyott helyszín például az sem véletlenül volt, hogy én találkoztam a Rege Galéria helyszínnel, és én akkor már az akkori fénykép vagy fotókiállításon is az a vágy vezérelt oda, hogy oda képzeltem konkrétan az idei kiállításomat, és amikor március 8-án felhívtak a Pannon Fotó Egyesület részéről, hát nem mondom, hogy váratlanul ért. Egyszerűen nekem ezek, tehát így nem kitűzök magam elé egy célt, hanem egyszerűen fókuszálom rá az energiáimat, és ez nálam nagyon jól működött eddig. A vágyott helyszín egyébként, ha mondhatom, a Vasari Galéria, és erre tervezem is a következő, nem tudom pontosan, mikor fog erre sor kerülni, de absztrakt akrilképeket tervezek nagyméretben kiállítani. És amit nagyon-nagyon szeretek, az industriális helyszíneket szeretnék majd megtölteni, ami szintén nem szokványos, előfordulnak nyilván óriási kiállító tereket megtöltenek nagy művészek. Nekem ez is a fejemben van például, szuper, igen. Szuper. És elképzelhető az is, hogy előbb-utóbb egy mondjuk állandó kiállításra sor kerül. Én csak arra gondolok, hogy meg lehet tekinteni a képeidet, hogy ne csak az éterben lehessen ezt nyomon követni, vagy az interneten keresztül, hanem személyesen is az eddigi alkotásokat. Azért vagyok szerencsés helyzetben, mert a lakásomat és a vendégházamat egyébként a saját festményeim díszítik, és bárki, aki személyesen szeretne találkozni ezekkel a képekkel, nagyon egyszerűen meg tudja oldani, mert ellátogathat hozzám, vagy bejárjuk
az apartman vagy a vendégszoba helyiségeit, és élő környezetben találhatja a festményeket. Persze van úgy, hogy a kertgalériában is megtekinthetik, egyébként ez mindig a születésnapomon történik, hogy igyekszem... Mikor van, hogy készüljünk, mikor van a kertgalériában? Július 8-ára várlak benneteket szeretettel. Ez most galériában naptárban. Igen, tudok is ezzel kapcsolatban tájékozódni, mert nyilván minden eseményemet a Facebookon elérhetnek az érdeklődők. És akkor áteveztünk a másik tevékenységedre, hiszen említetted a vendégházat, ami ugyebár Szentgálon található. Így igaz. És egyébként a Facebookon, mint RP Fit Life Studio és vendégház követhető és található meg. Szóval, hát ott is a sokoldalúsága jellemző, nem pusztán szálláskiadásról van szó, hanem amellett, hogy a képeket meg lehet ezek szerint tekinteni, ott lehet edzőtáborozni, kerékpártúrákat csinálni onnan, konditerembe járni, a Balaton felvidéknek mindenféle természeti kincsét fellelni, hiszen ott vagy a Bakony közepében. Azért ez egy egészen unikális valami, hogy ennyi minden történhet. Igen, törekszem arra, hogy egyedi módon közvetítsem azokat az értékeket, amit a Balaton felvidék és a Bakony régió nyújthat az embereknek. Ez megjelenik abban is, hogy nyilván ezt megörökítettem a festményeimben is, de maradva egyébként a hivatásomnál, valóban az aktív turisztika az, ami meghatározza a mindennapjaimban a tevékenységemet, és szándékom volt, hogy a térség legsportosabb vendégházát biztosítsam a látogatók számára, és valóban jellemző, hogy korosztálytól függetlenül azok az emberek keresik meg a régiót, akik szeretnek itt aktívan időt tölteni. Legyen az egy művészeti programhoz való csatlakozás, legyen az sporteseményekhez, vagy privát túrákhoz való csatlakozás. Nagyon aktívan és nagyon sokoldalúan tudják itt eltölteni az emberek a régióban az idejüket, és örülök, hogy ilyen szeretetre méltó ez az egész tájegység. Nagyon kötődöm hozzá, a Balatonon születtem és ott nőttem fel, és a gyermekeinket itt neveltük fel a Bakony ölelésében. Hihetetlen érzelmi kötődésem van az egész tájhoz. Sőt, hát bocsánat, csak itt kell közbeszúrnom azt, hogy magad is aktív sportolóként éled az életedet. Így van, igen. Számsort 1.34.28. Ezt tudod mi? Ez a 2022-es Tihany Trail nevű 10 kilométeres távon elért időeredménye, tehát másfél óra alatt 10 kilométert simán lenyomtál a tihanyi lankákon, és egyébként, ha jól tudom, most áprilisban volt egy hegyi futó félmaratoni, amire szintén beneveztél? Igen, igazából a legemlékezetesebb számomra valóban a félmaraton volt néhány évvel ezelőtt. Most már nem ez a távom, egy kicsit visszafogtam a tempóból is, de nyilván szeretnék visszatérni a régió magamhoz. És ez az egyik legnagyobb feladatom, igazából a következő időre nézve. Nagyon fontos egyébként az, hogy a személyes példámmal, tehát az, hogy aktívan részt veszek, nem csak támogatóként egy-egy esemény létrehozásában, mint például az idei terepfutó OB, egyébként az elmúlt években rendszeresen és elsőként állok minden olyan esemény mellé, ami a gyerekeket bevonja a mozgásba, vagy ami a felnőttek kikapcsolódását szolgálja, hogy személyesen is nyilván. Én 11 éves korom óta, tehát több mint 40 éve, sőt, közel 45 éve vagyok terepfutó, és ezzel mondhatom, hogy az örök vonzalom, és bízom abban, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd ehhez a sportághoz. Modellezzük le, hogyha mondjuk én a családommal szeretnék menni, vagy bárki szeretne menni Szentgálra, a vendégházba. Igen. Akkor mondjuk ez egy olyan sportos család, hogy bringáik vannak, meg szívesen mozognak, túráznak, meg esetleg edzenek, akkor milyen tanácsokkal tudod ellátni őket? Szóval kifejezetten túraútvonalakat ajánlani nekik, kerékpárkölcsönzésre van-e lehetőség, vagy azt vinni kell,
hogyan van felszerelve a termed, az egy klasszikus konditerem. Te vezényled ott a kondizás, szóval szeretnék egy kicsit közelebb kerülni ahhoz, ami gyakorlatban történik. És majd igen, amikor Laci megérkezik hozzád, akkor légy szíves, forgass erről egy filmet, jó? Mindenképpen. Ahogy én kondizakot, igaz? Igen. Na jó, rendben. Örömmel osztom meg ezeket a részleteket, mert azt hiszem, hogy ez is bemutatja majd, hogy valóban ezen a területen is sok oldalon próbálok közelíteni a vendégekhez. Igen, egyébként a kérdéseidre sorra megpróbálok válaszolni, tehát igen, van lehetőség kerékpárbérlésre, professzionális kerékpárok nyilván azért, hogy hosszú élettartamok legyenek ezek az eszközök. Az a cél, hogy az emberek minél nagyobb távolságokat megtegyenek kerékpáron, vagy túrázva, itt hagyva a parkolóban, biztonságos zárható parkolóban a járműveket, és ha volt alkalmatok egyébként nyomon követni azt a Facebook oldalt, ami a munkámhoz kötődik, akkor láthatjátok, hogy szinte hétről hétre igyekszem azokat a túróútvonalakat, amik egy napon belül bejárhatóak a házból elindulva, fotóval, videóval, illusztrálva, útvonalleírásokkal, ötletekkel, esetleg programajánlóval megfűszerezve osztolom ezeket, és én úgy gondolom, hogy rendkívül jól tudnak tájékozódni a vendégek, még mielőtt megérkeznének hozzánk. Az emeleten vannak a termek, van egy funkcionális terem, ahol rendszerint a mozgás, az eszköz kevésbé igénylő csoportos órák zajlanak, a másik oldalon pedig van egy klasszikus konditerem, igen, és rendszeresen edzőtáboroztatunk. A fiatalabbik fiunk egyébként is ugyanezen a területen aktívan dolgozik, és ő is el szokta hozni a közösségét, és más kollégáknak is rendelkezésére áll a ház, táborok szervezésére, csapatépítő programokra tökéletesen alkalmas. Egy rendkívül szép park veszi körül, amit mi alakítottunk ki a párommal most már több mint két évtized alatt. Mi nagyon megéheztünk a túrázás után. Arra van ott lehetőség, vagy a közelben valahol? Az a nagyon-nagyon jó, hogy itt egyre inkább kezd kialakulni, hogy az emberek, a szolgáltatások egymásra ráhangolódnak, és egymás munkáját erősítik. Nagyon jó együttműködés alakult ki a közeli települések bennilátó egységeivel, és köztünk és köztük. Tehát kiszolgálják a vendégházunkat, nagyon rugalmasan, sokoldalúan tudnak hozzáállni, a programjainkat nagyon jól támogatják, és ami még nagyon kellemes, hogy minden héten kétszer friss piac van a településen, tehát bárki, aki nálunk megszáll, nem is kell, hogy felpakolja az élelmiszerrel töltse meg a kocsit, hanem itt helyben meg tud mindent vásárolni frissen. Ildikó, menjünk vissza egy kicsit a képekhez, már csak azért, igen, mert emlegeted, igen, a fiadat. És Erődi Ádám az elmúlt néhány hétben rittyentett egy olyan női aktot, amit hát le a kalappal, és ebben te valószínűleg ott voltál, segítettél neki. Miből lesz a cserebogár? Csak nem a fiat viszi tovább a fákját, vagy az ecsetet? Ádám a keresztfiam, Péter és Zoltán, ők a fiaim, és valóban néhány héttel ezelőtt egy hétvégét töltöttek itt Péter a fiatalabbik fiam és Ádám a keresztfiam, és nagyon jó esett, mert azt mondták a fiúk, hogy ma töltsük a délutánt azzal, hogy együtt alkotunk. És a cél persze az volt, hogy egy olyan alkotói munkában legyenek, aminek az eredménye valóban sikerélménnyel töltheti el. Tehát nem azt mondtam, hogy most találjon ki valami nagyon bonyolult dolgot, hanem egy ilyen nagyon-nagyon finom, szinte vonalakból kialakítható, egyébként nagyon szép témát örökített ő meg. Az előkészítésben és a kivitelezésben persze olyan szinten segítkeztem, hogy megmutattam neki, hogy kell esetleg a fázisfotókat elkészíteni, hogy tudja összehasonlítani a képnek a folyamatos alakulását, hogy tudja nyomon követni, hogy kell alapozni például egy farost lemezt, amire dolgozott. Te figyelj csak, és akkor ez azt jelenti, hogy ha a Diósi Laci ellátogat oda hozzátok, és egyszer csak azt mondja, hogy te figyelj, Ildikó, én úgy festenék valamit.
Akkor erre téged föl lehet kérni, hogy legyél egyfajta mentor vagy mester, aki ott igazgatja az ecseteinket? Ha most nem tudom, hogy van-e ilyen lehetőség nálatok? Az élményfestésre gondolok. Igazából csoportos, ilyenre nem gondoltam, bár többen kérték, hogy tartsak ilyen csoportos órákat. Én jellemzően gyermekekkel foglalkozom, és felnőttekkel nem, még... Mi gyermeki szinten nem festünk, szóval. Ebben semmi újdonság nincs. Az az igazság velem kapcsolatban, hogy én úgy gondolom, hogy mindenre nagyon nyitott és rugalmas ember vagyok, és főleg olyan dologban, amiben úgy érzem, hogy a másik, tehát akivel együttműködök, ő valamilyen sikerélményt érhet el, vagy valami új élményt érhet el. Én ezt nagyon kedvelem, hogy másokat olyan örömhöz tudok juttatni, ami egy új megtapasztalás az ő számára, hiszen én úgy gondolom, hogy mindannyian vágyunk olyan élményekre, ami új lendületet ad, akár a hétköznapokban való továbblépésben. Ezért is, amikor idézted Picasso-nak a szavait, az teljesen, én úgy gondolom, hogy ez mindent kifejez, hogy ez a művészet, vagy legyen más, valaki például zenében találja meg ezt a fajta dolgot, ami a hétköznapoknak a porát a lelkünkről lemossa. És én tényleg bárkinek nagy örömmel adok olyan eszközt a kezébe, amivel ezeket elérheti vagy megélheti. Legyen az egy sport, legyen az az alkotás. Igen, a válaszom a kérdésedre igen. A Studio Veszprém Podcast tavaly kiadott egy könyvet, Történetek Veszprémről címmel, a 100 szóban Veszprém pályázatunk révén jött ez létre, és megkértünk neves helyi művészeket és a Veszprémi Fotóklub tagjait, hogy illusztrálják azokat az írásokat, amelyek bekerültek a könyvbe, és valamilyen kis emléknyomot, sztorit mutattak be a városról. Hogyha mi szeretnénk a jövőben hasonló könyvet készíteni, mondjuk a Balatonról, akkor partner lennél-e abban, hogy bevonunk téged az illusztráció készítésében, hiszen, mint ahogy mondtad, a balatoni lány is vagy, és bakonyi is, és veszprémi is, tehát ezek a szép képek, ezek engem arra inspirálnak, hogy megtaláljunk téged, mint alkotószerzőt. Nagy örömmel teszem ezt a felkérést, örömmel veszem a részletekről, hogyha ez a jövőben így alakul, akkor mindenképpen szívesen működök együtt egy ilyen gyönyörű kiadványnak a létrehozásában. Pont egy balatoni képet rendeltek egyébként tőlem. Nagyon jó, hogyha lehetőségem lesz arra, hogy nagyobb közönség elé is eljussanak egyébként az alkotásaim. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük a beszélgetést, hölgyeim és uraim, kedves nézőink és hallgatóink. Köszönjük a Vitakingnek, a Sofia Magánklinikának, a Chianti Apartmentsnek, a Targonca Trade-nek, a Ring Autónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Algida Veszprémi Jégkrémgyárának és a Nelson Biztosítási Alkusznak, hogy patronus klubunk tagjaivé váltak és segítenek minket abban, hogy értékes emberekkel beszéljünk és találkozzunk, megkerülhetetlen emberekkel, mint ahogy ma történt az Ildikóval is. Köszönjük szépen a beszélgetést. Nem valamiféle ajánlás, hanem büszkén vállalom, hogy én voltam az értelmi szerző. A Weber Laci meg rögtön igent mondott rá, úgyhogy... Megláttam a képeidet, és azt mondtam, hogy na ne. Jó, nagyon köszönöm. Jól van, oké. Okay. Jó munkát kívánok nektek. Szevasz, hello, hello. Szia. Köszönöm. Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken. Yes.